Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mit tervez, hogyan érzi magát, mit érez irántad, és mit fog tenni. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Védikus asztrológiával együtt 10000 forint. Az első kérdés. Mi az ő gondolata? Mi az ő terve? Az középen látható, itt felül és alul. Ez a kártya azt jelenti, hogy nagyon-nagyon magabiztos, hogy uralkodik a helyzet felett, vagy megpróbál uralkodni mások felett is. Ami még érdekli, hogy legyen nyeremény, legyenek kereskedelmi kapcsolatok. És itt alul ez a kép azt jelenti, hogy minden rendben van, de nem szabad eltúlozni a dolgokat, hiszen akkor nem a nyeremény lesz, hanem a veszteség. Kicsit hangos volt az előbb itt a háttérben, de a férjem az most csukja be az ajtókat, meg ablakokat, úgyhogy az hallható volt. De remélem, hogy hallottátok azt is, amit én mondtam. A második kérdés, hogy hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, az itt bal oldalon látható. Az irány az a fontos. Lehet, hogy még nem érkeztetek el oda, ahova akartatok, de jó irányba haladtok. Megbízhatsz benne, hiszen ez a kép jelenti azt, hogy hűséges hozzád, és itt látható a szeretet, a szerelem és a tüzes temperamentum. Tehát látható az is, hogy nem csak érzelmekkel közeledik hozzád, hanem szenvedélyekkel is. És mit fog tenni? Az itt jobb oldalon látható, ő szeret téged, lesz egy jó hír, egy meglepetés, szerintem lehet egy ajándék is, és itt ez a kártya jelenti az esőt, esőfa, így nevezik ezt a növényt, és az arra utal, hogy itt tisztázódnak köztetek bizonyos dolgok. És még megnézzük, hogy mit mutatnak a többi kártyák. Itt a kígyó jelentheti a változásokat, a megújulásokat. Néha utal egészségügyi témákra is. Lehet, hogy ezen a területen dolgozik, és ott akarja bebizonyítani magát. A kígyó néha jelent egy nőt, és itt az is fontos kettőjük között, hogy ő a nővel szemben be akarja bizonyítani magát, és mivel nyereségről van szó, ez lehet egy vállóper, hogy a nő pénzt akar tőle, de ő nem ad neki pénzt. Tehát itt vannak viták, félreértések az anyagiak miatt, és itt az a szándéka, hogy ő uralkodjon a helyzet felett. Itt látható a hamisság, tehát egy hamis nőről van szó, óvatosnak kell lennie a nővel szemben, de szerintem tudja. Az irány az a fontos, tehát jó irányban haladtok, de azért vannak még akadályok, jelenti itt ez a hegyvidék. De ő megoldja a problémákat. Ő hűséges, és a nap megvilágítja ezt a dolgot, tehát tudatában fogsz ennek lennie, azon kívül a nap jelenti a valóságot, megbízhatsz benne,
A nap jelenti a vonzalmat is kettőtök között. Itt a kulcs utal a magabiztonságra, és hogy kinyílik egy ajtó számotokra. Vannak még kezdetben akadályok, itt a hamis nő, aki követelőzik, de megbízhatsz benne, hiszen a valóságról van szó, és a hűségéről. Itt is a hűség jelenik meg. Szeret téged, hűséges hozzád. Itt lesz egy jó hír, és a torony az lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, lehet, hogy ez a jó hír onnan jön, vagy azt is jelentheti a torony, hogy eddig fogva érezted magadat a toronyban, vagy ő egy bizonyos kapcsolatban, de ő ezt lezárja, tisztázódnak a dolgok, és ez lesz a jó hír, kilép a toronyból, ebből a szűkös helyzetből. Vagy szűkös kapcsolatból. Milyen érdekes, itt az esőfa jelenti az esőt, hogy tisztázódnak a dolgok, és pontosan ezt jelenti a lilium is, tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, vagy hogy tisztázódnak bizonyos dolgok. Az ő jelenlegi helyzete, itt a virágcsokor jelenti a jó ízlését, vagy egy szép környezetet, de lehet egy meghívás, vagy egy ajándék, hogy megajándékoz téged. A te jelenlegi helyzeted? Itt a halak jelentik az anyagiakat, de a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, vagy értékes vagy ahhoz, hogy megkapd azt az élettől, amit szeretnél. Persze azt is jelenthetik a halak, hogy tisztázódnak az anyagi dolgok, vagy lesz egy munkahelyi ajánlat. És ez volt az általános kivetés. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!